Tisztelettel köszöntöm elnök úr, akadémikus társaim, kedves érdeklődők. Elnök úr a bevezetőjében 12 előadásról és 12 tudósról beszélt, hát én semmiképpen sem tekintem magam a tudósnak, annál inkább koreográfusnak, ez semmi sem bizonyít jobban, mint a előttem szólókkal ellentétben leírtam a gondolataimat, hogy összeszedett tudjak lenni, és még egy gondolat, valóban a népművészeti tagozat tagja vagyok, ahol zenészek, kézművesek vannak, én a lábművészeket, vagy lábművészeket, hogy is kellene, lábműves, bocsánat, már is belezavarodtam a magam labirintusába. Valóban homokszemektől a digitális animációig címet választottam az előadásomnak, és két az Állami Népegyüttesben a jelen konferencia szempontjából azt hiszem lényeges előadásról szeretnék természetesen röviden és vázlatosan beszélni, hiszen az idő szorításában élünk. Kezdjük a kezdetektől. Tehát a kezdetekben csak ritmusra, majd ritmusra és zenére végzett az ember kreálta ütemes mozgás, az emberi kultúra legősibb elemeinek egyike, a tánc, mely beépülve a szertartások, ritusok rendszerébe, a transzcendens szénnel való kapcsolatteremtés, kapcsolattartás egyik legfontosabb eszköze volt már a történelem előtti korok embere számára is. Ezen korok kultikus életében a tánc könyörgés és remény. Könyörgés az esőért, a jó termésért, a vadászszerencséért, a győzelemért, a szerelemért, a termékenységért, és remény az isteni egységben való beolvadásért. A tánc isteni voltán túl érzelmi kapcsolódást, közösségi kötődést is jelentett az adott csoporton belül. Az évszázadok során aztán ez az érzelmi vetület az, amely fokozatosan előtérbe kerül, és a tánc a rituális szerepét fokozatosan elveszítve a szórakozás egyik formájává profanizálódik, kialakul a népies, a társasági, a színpadi és a művésztánc. A magyarság tánctörténet esetében is ezek a folyamatok figyelhetőek meg. A sámánok lehettek az első táncosok, akik az égig érő fán vagy a madarak szárnyán jutottak az égi magasságokba. A Szent Galeni kaland leírása azonban már arra lehet következtetni, hogy a tánc már nem csak kultikus jelleget hordozott, arra tényre azonban, hogy a tánc rituális jellege, ha már csak áttételesen is, de tovább élhetett, bizonyítékot szolgáltatnak a különböző egyházi tiltások, amelyek dörgedelmesen szólnak arról, hogy a papok tiltsák meg a templomokban, a temetőkben való táncolást. A nyelvészek szerint ősi szavunk a táncra tombolás volt, talán nem véletlenül, hiszen a fogalom tartalmában erősen utal a tánc ősi szerepére, szinte rokon értelműként a révülés vagy az extázis szavakkal. Abban az érzelemmentes, túlracionalizált világban, amelyben ma embere élni kényszerül, hiszen ilyenné tette, nincs túl sok szerepe a szimbólumoknak, jelképeknek. Itt nem a jelenkorunk fogyasztói társadalmának emberekre állt a jelekre, ábrákra, piktogramokra, márkajelre gondolok, hiszen azok értelmét brutális hatékonysággal ismertetik meg velünk, hanem ebben összefüggésben azokra a szimbólumokra utalok, melyek ismeretével képesek lehetünk saját kultúránk és valamennyi emberi civilizáció megismerésére. Használjuk ugyan a számokat, jobban szeretve a kettőt, mint az egyet, hiszen több, de azt a jelentése, hogy az ősi egység, a teljesség, a legfőbb lény, az istenség szimbólum elveszett a számunkra. A nap is elveszett, hiszen már csak a világít és a barnaságunk okozója. Már nem maszkulin principium, nem őselem, nem istenség, nem Héliusz és nem Szól, aki négy lovas hintaján halad az égen, már nem énekeljük az akád naphimnuszt, mi urunk, ki eloszlatod a sötétséget, és megvilágítod az ember arcát, te vagy a távoli egek határán kibomló fény, te vagy a föld peremén lobogó égi mágja, ha csak reát pillantunk, halandó szívünk belereszket. Az erdő már csak a séta, a kikapcsolódás tere, ahol jó a levegő és árnyat adnak a fák. A városba veszett ember pedig ámulózva rátalál egy darabka természetre. Az erdő azonban már nem megmerítkezés az ismeretlenbe,
nem a halál birodalma, amelyen áthatolva az ember megtalálja a jelentést. A labirintus már csak a rejtvény újságunkban megfejtendő kacskaringós vonal, vagy a kastélyok kertjében bejárható szépen nyírt érdekesség. Talán Tészeusz és a Minotaurosz, de semmiképpen nem a profánból a szentbe vezető út. Nem szent hely, amelynek elérése a misztikus reveláció, az onnan való kijutás, pedig a halál általi újjászületés útja. A népművészeti tárgyak tulipán díszítése sem más, mint homályba veszett jelentésű esztétikai szépség. Nem a mulékony, de szenvedélyes szerelem jele. Már nem vulva szimbólum, az élet kapuja, bár Omar Khayyám perzsa köldő szavait talán még értjük. Hajnaltájt lekonyul a tulipán, de éjjel bimbó, vörös és vidám. Fejecskéjét emeli mereven, és új meg új gyönyört kíván. A fentiek alapján az a kérdés, mi a teendő? Vegyük tudomásul, hogy napjainkra a jelképek ábrákká silányultak, szimbólumok pedig eredeti jelentésüket vesztve, mögöttes tartalom nélküli puszta fogalommá váltak. Vagy bízzunk a megváltoztathatatlannak hit megváltoztatásában, és nem megrettenve az értetlenségtől az elutasításról, hiszen egy újratanítási folyamat generálói vagyunk, bátran alkalmazunk szimbólumokat, jelképeket. Igen, hisz tudjuk, hogy az ember elégséges biológiai és szocializációs tényezők révén bármilyen kultúrát elsajátíthat. Tudjuk, hogy képes felidézni, újrafogalmazni a térben és az időben tőle távol eső korszakok eszméjét, művészetét. Hiszünk abban is, hogy a szimbólumok révén több-kevesebb sikerrel lefordíthatja azokat saját kulturális anyanyelvére. Megértjük, hogy a szimbólumok világa persze sokszor titkos és misztikus a ma embere számára, hiszen meg kell fejtenie, újra kell tanulnia a jelentésüket, valamint azt is, hogy bizonyos jellek csak az őket megalkotó kultúra ismeretében értelmezhetőek, mások azonban olyan természetességgel hordozzák jelentésüket, hogy értelmezésük kézenfekvő. A szimbólumok alkalmazásával, tehát régi, új dimenziókat nyitva, valamennyi emberi civilizáció és kultúra, saját hagyományaink, kultúránk megismeréséhez is elvezethetjük a nézőket. Előadásomban elsősorban két produkció, a Földön apám fia volnék, és a Szarvasének részletesebb elemzésén keresztül kívánom bemutatni a Magyar Állami Népügyügyet együttes legújabb kori művészetében alkalmazott szimbólumokat. Szimbólumok, tartalmak és az üzenet. Minden előadás színpadra állításának első stációja a szinopszis megírása. Ekkor formálódik, alakul ki a színpad és gondolati tér, amiben a majdani előadás játszódik. A Szarvasének történetében felsejlő univerzalitás, ennek inspirálója a szarvassá vált fia kolindája, a tér és az idő végtelensége, az archaizmus és az abban rejtekező maiság a megszokottól eltérő rendezői megoldásokat kívánt. A megvalósításban, ahogy a zenék, úgy a táncok is tradicionális gyökereket mutatnak, azonban áttételes módon stilizálva, Bartókra hivatkozva, dekonstruálva jelennek meg. Jelen előadásom keretei nem engedik meg, hogy kitérjek a különböző névszokások, tavaszi vagy téli ünnepkor, vagy az emberi élet sok esetben már eredeti jelentésüket vesztett szimbolikus szokások bemutatásáról, azonban röviden kell egy nagyon fontosról szólnom, mégpedig a táncmozdulatról, amely a paraszti hagyományban döntő módon gyakorlatias, funkcionális, nem önálló jelentéssel bíró. A koreográfus az, aki képes a táncos testén keresztül tartalmakkal ellátni azokat, vagy olyan a hagyomány inspirálta mozdulatokat komponálni, amelyek alkalmasak az üzenet közvetítésére. És akkor visszatérek az eredeti gondolatomhoz, hiszen a téma, a megfogalmazni kívánt tartalmak súlya, a színrevitel módja, a tervezett szimbolikája
nem viseli el a csak megszokott módon megfogalmazott tradicionalitást. Annak kódolt, mélyebb értelmű, ha akarom, szimbolikus, tehát nem csak az érzelemre, hanem az értelemre is ható, egyetemesen megjelenítését kívánta. Ezen meghatározások alapján az alábbiak szerint fogalmazottak meg az előadás szüzséjében. Mi, 21. század vadászai, akik az alávetettségből a szabadságba kívánunk eljutni, a szarvasénekben egyfajta mitikus emlékezetet idézünk fel. Keressük a földi átváltozások, történetek égimását, hogy végül, mint szomjazók, beléphessünk saját szenterünkbe. Ahhoz, hogy áthatolhassunk a jelképes hídon, el kell hagynunk a régit, a szülői házat, a kedvest, a népet, hogy megszelidítve annak tanúságait, újjáteremthessük a szokott sémákat, és újra születhessünk magunk is. Miért is kell újra születnünk? Az anyai világ profán világ volt, írja Mircea Eliade. Az, ahová a beavatandók, a fiúk behatolnak, a szent világa. A profán világból a szent világba való átlépés ilyen vagy olyan formában magában foglalja a halál élményét. Az ember meghal az egyik létállapot számára, hogy a másikba kerüljön. Az ember a gyerekkor és a gyermeki, tehát profán lét felelőtlensége számára hal meg, hogy magasabb rendű léthez juthasson, ahhoz a léthez, amelyben a szent részévé válhat. A kantáta profánában az átváltozott fiúk így válaszolnak a visszahívó szóra. De mi nem megyünk, mert a mi szarvunk ajtón be nem férhet, csak befér az völgyekbe. A mi karcsú testünk gúnyába nem járhat, csak járhat az lombok közt. Karcsú lábunk nem lép tűzhely hamujába, csak puha avarba. Mi szájunk többé nem iszik pohárból, csak hűvös forrásból. És így kiállt a titkok kapujában Juhász Ferenc, nagyvárosi szarvasfia, aki kozmikus magasságba emelve az átváltozott embert. 100 sebem kifor szín aranyjal, naponta lerogyok 100 golyó szügyemben, naponta fölkelek 100-szor teljesebben, naponta meghalok 3 milliárdszor, naponta születek 3 milliárdszor, minden sejtem nagy gyár, atomom naprendszer, heregolyóim a naphold, a tejút a gerinc velünk, az űr minden pontja testem egy része, galaktika fürtök, agyam egy sejtése. A Földön apámfia volnék eladásom esetében a szimbolikus tartalmak leginkább a dramaturgiában, a látványban, a világításban, a jelmezben és a táncos előadásmódban érthetők tetten. Ez a produkció volt az első radikális és sikeres példája az úgynevezett autentikus néptánc előadás táncszínházként való megjelenítésére. Hiszen miközben a zenék, mint a táncok szigorúan vett paraszti gyakorlatot követték, azonban a fent említett beavatkozások eredményeképpen egy új formában, tartalommal jelent meg a tradíció. Így ír erről az előadás szinopszisa. Nemzeti kultúránk egyik fundamentuma táncbéli anyanyelvünk a néptánc. A néptáncot létrehozó éltető hagyományos közösségek életforma, szokásrend felbomlottak, megszűntek, ezért új közösségek vették át az őrző feladatát. A Magyar Állam Népegyüttes Földön apámfia volnék című új műsorában az autentikus formákat, táncokat, zenéket megtartja, de nem pusztán reprodukálja, hanem új funkcióba, színpadra helyezi, ezáltal új jelentéssel tölti meg, mondani valójával aktualizálja a nyelvet. Ebben az absztrakt, újrateremtett valóságban, a színház időt és teret kiterjesztő kontextusában, földi valóságunkra, apáink örökségre irányítja figyelmünket, üzeneteket, mintákat közvetít. Az átváltozó díszlet. Napjainkban talán vizuális kultúránk változik leggyorsabban. A televízió, a film, az internet, az újságok, különböző kiadványok, reklámok mellett épített környezetünk is folyamatosan átalakul. Erre a folyamatos változásra alapozva a néptánc előadások képi megjelenése is lehet bátor és innovatív, szimbolikus tartalmakkal megtermékenyített, hiszen nem csak találkozik egy közönségigénnyel,
de az újdonság a megszokottól eltérő elfogadásával is számolhatunk. Egy mai korszerű táncszínpadi látvány szükségszerűen szimbolikus, dinamikus, átváltozásra képes, többszörös tartalmakat önmagában hordozó. A szarvasének esetében az egyik megoldást a díszlettartókra felfüggesztett műanyag csövek jelentették. Külön-külön is emelhetőek és süllyezhetőek, így rendkívül nagy variabilitást eredményeznek. Ez a rendkívül egyszerű és letisztult színpadi világ éppen egyszerűségéből adódóan képes erdőt, fát, világfát, várost, kastélyt, börtönt, templomot, pogány szentélyt megjeleníteni. A szarvasének kiindulási pontjaként szolgáló Kolinda, a szarvassá változott fiak Kolindája, egy erdőbe helyezi a cselekménysort. Egy varázserdőbe, amely a maga spirituális világával az átváltozás szintere, amin áthatolva az ember megtalálja a jelentést. Ebben a végtelen rengetegben válnak szarvassá a fiak is, és ebben a csövektől átlényegült környezet végtelen erdejében járják a táncelőadás hősei is a maguk útját. Miközben a mi átváltozásaink szintere már nem csak az erdő, a természet, az organikus világ, hanem a város is, mint Juhász Ferenc versének fiái. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, hagyd azt a kővilágot, kőerdő szarvasa, füstködök, villanyhálózatok, vegyi fények, vashidak, villamosok habzsolják föl a véred. Rajtad naponta 100 sebet ütnek, te sosem ütsz vissza, én hívlak a te édesanyád. Ez a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kabujában, versből való részlet. A Kaposvári Fegyház című jelenetben a díszlet újabb átváltozásként szimbolikus börtönné válik. A rabság végletes élethelyzete, amely miközben elválaszt a külső világtól, éppen a bezártság, a magány szorításában az eszmélés helyszíne is. Itt hangzik el a betyárként halálra ítélt fiú vágyja az anyjáról, aki meghalni a fiát szennyesbe engedte. A szarvasének első nagy kórusművében az éneklő táncosok fölé egy katedrális száll alá az égből, az imágó mundi, a mindenség képe, a szent épület, mely közvetít a transzcendens és az evilági szféra között. A szakrális középpont, az égi minta földi megfelelője, a mikrokozmoszban tükröződő makrokozmosz, az Isten háza, legyen az a szentély pogány vagy keresztény. A díszlet része még 5 monumentális vörös, szintén mozgó oszlop, amelyek a színpad sarkaira és annak közepére érkezhetnek. Az 5 oszlop közül kitüntetett szerep a középsőnek van, hiszen ez a világtengely, az Axis Mundi. A fa a világfa, amelyik gyökereivel a mélybe hatol, törzsével a földi ágaival az égi szférában él, a világ vertikális egységeinek az összekapcsolója a szellemvilágba, az isteni szférába emelkedés útja. Ezen az úton jut az égbe a meséink kiskondása, de ez a fa jelzi a földtől az égig ívelve a sámán útját is. Így ír elő Vörös Sándor költő, közelmúltunk egyik városi sámánja, a Fogak tornáca című verse. És nézd a fát, hogy szétfeszül rajta a mélység, és magasság, és minden égtáj. Út ő maga mindenfelé. A látvány részét képezik még a szintén átváltozásra képes, mozgatható kerekeken guruló asztalok is. Ezekről ugranak, repülnek, hegyről hegyre, rétről rétre a fiak. Ezekhez az asztalokhoz várja vissza őket az anyjuk, hiszen a fáklyák már égnek, az asztal is készen. Ezek az asztalok válnak az apa és anya ravatalává, és ezek az asztalok minősülnek át az utolsó jeletben a híddá, a Bartóki szép híddá, a végső átváltozás hídjává. Az előadás utolsó képében ezeknek az asztaloknak a sora távolodik a végtelenbe, az egyedül maradó apával és anyával. Ebben a végtelen, az univerzumi távlatokig kinyúló színházi térben áthaladva a Bartóki mitikus hídon, elhagyva a régit, a szülői házat, a kedvest, a népet, a hazát, megszelídülve, átformálódva, újjáteremtve a megszokott sémákat, születnek újjá az előadás szarvasfiai is. Filmversek. A Földön apámfia volnék esetében díszletként nagyméretű, felle mozgó drapériákat alkalmaztunk,
amelynek a legfontosabb szerepük a tér variabilásá tétele mellett a vetítés fogadása is volt. Jelen esetben tehát a drapériák és a vetítés kettőssége hozott létre egy folyamatosan változó tartalmakkal telített organikus teret, mely együtt nagy vonalon képes korszerű díszletelemként funkcionálni. A vetített filmeken színtelen, csak feketére és szürkére elhúzott, a kontrasztban valószerűtlenül megemelt világok jelentek meg, amiben a vizek úgy folytak, mintha olajból lennének, a kalászok úgy lengtek, mintha acélból hengerelték volna őket, hiszen a cél nem egy létező világ reprodukálása volt, hanem a színház teret és időt kitöltő kontextusában egy elvolt, újraértelmezett nyelven szólni. Így lett egy út, amely a végtelenből jön és a végtelenbe vezet. Szikes, repedezett föld az elmúlás szimbólumaként, amelyet feloldódást adva elmos az éltető eső. Felhők, amelyek csak az április égen úsznak, könnyűek, légiesek, de markánsan formáltak. Tengerként hullámzó kalászok, égigérő fák. Miközben az eladás szándékolt üzenete egy mindenek fölötti életigenlés, bizonyíték arra, hogy ez a kultúra tovább él, hiszen bennünk testesül meg, mégis a készítés közben valami elvesztése miatti borongás, valami megfoghatatlan utáni vágyakozás lengett körülöttem. Csupa feszültség itt minden, még a játék is, még a lányok énekes körtánca, a páros és szóló variációk sora is. Az egészet átlengi valami mélységes szomorúság, meg valami keménység is, mintha a műsor egyszerre szólna a múlásról, a létező, minden valamikor létező fájdalmas elsüllyedéséről. Aztán a gyász továbbéléséről, a gyász tudatba emeléséről írt az eladásról az Ellenfény kritikusa. Homokszemek rajzolata. Minden műsor készítésénél sarkalatos kérdés, honnan kezdődjön a történet mesélése. Behatárolható az a tér, amit bejárni kívánunk? Meghatározható az az idő, amelyben a történetünk játszódik? Húzható önkényesen egy vonal, hogy innen számít a múlt? Természetesen igen, hisz az alkotás szabad. Számomra azonban csak egy megoldás létezett, a Földön a Pánfia műsorral beszélek, mind a térben, mint az időben megvalósuló végtelenség. Az előadás kezdése tehát nem lehetett más, mint a semmiből megteremtődő világ képe. A teremtővel, az univerzummal, a nappal és a holddal, majd a megszülető élettel. Czakó Ferenc homokanimáció ennek a szándéknak a megvalósításához kínált művészi megoldás, hiszen azok tág értelmezést, teret adó szabad asszociációk, ahogy egy interjújában Czakó fogalmaz, tulajdonképpen filmversek rengeteg gondolati áttétellel. Ahhoz az álomszerű, szürreális szimbólumokkal telített világhoz, amit a Földön apám fia volnék című műsorban megteremtődött, éppen ez a teremtő kézzel megvalósuló filmverselés kellett. Egy későbbi jelenetben, hogy az egymás ölelő kezekből a galaxisok karaiba forduló és ázsiai gyökereinket szimbolizáló madár képében megállapodó jelkép tengerként zuhonó vizeken jelenik meg. Egy hasonló, a napból és holdból madárrá változó szimbólum feloldása az archív férfinekre válaszoló heroikus férfi kórus teremtette feszültségnek is. Keleti irányba indulva, a tornászról kilépve, körülnézve, kék párában remegő réten ős öreg fenséges fa fénylik. Alsó világon végig futó gyökerével, 9 eget áttörő csúcsával, 9 ört termetes tobozával, gyökere alól forrás fakad, gajairól, tobozairól gyanta gyűlik, zúgó zuhataggá. Keshet, kivénhült, kódorgó, fekete-fehér állatok, ennek a színnek majd a későbbiekben lesz némi jelentősége, szárnyas, lábas állatok kóstolgatják, kortyolgatják, megújhodnak, megifjodnak. Egy részlet volt egy szibériai jakut hősénekből. Ez az a fa, ami a világ tengelyen, nem más, mint a világfa,
ami gyökereivel a földbe hatol, törzsével, a földi ágaival, égi szférával él. A szellemi világba emelkedés útja ő. Kaput nyit a mennyei hatalmakhoz, ez a fa, ami aztán végletesen letisztul jelképként, vörös oszlopként magasodik a színpadunk közepén. Ez az a fa, ami homokba rajzolva, vagy filmként vetítve, az örökké valóság, az örök élet kútja. És valóban az előadás egy fantasztikus, érzelmekkel és csodákkal teli álomra emlékeztet, írta Robert Johnson egy New Yorkban megjelent kritikájában. Jelkép, fénykép. Az átgondolt tudatos fénydramaturgia elengedhetetlen része egy táncelőadásnak. A vizualitás sarkalatos kérdés, amelynek fénynek kitüntetett szerepe van. Kiemel vagy zárójelbe tesz, fontos részletekre fókuszál, karakteressé teszi a testeket, vagy éppen lágyítja a formákat, arcot ad a táncosnak, vagy a mozdulatokat sziluettként jelenít meg, új síkokat nyitva a szimbolikus tartalmak megjelenítésére, segítve a dramaturgiát. A Földön apámfia volnék című előadás világítása a végletekig letisztult, a hideg és a meleg színek kontrasztjára épít, a két tér, dinamikus meleg, statikus hideg, karakterek leválasztása nem csak vizuális, de tartalmi kérdés is. Az előadás fontos jele, jelképe a vörös, magenta szín a világításban is megjelenik, mint az élet egyetemes szimbóluma, hol oszlopként a térben, hol oszlopra utaló kétdimenziós jelkép a háttéren, hol a mozgó díszleteken hatalmas felületként funkcionál. A gégenben jövő kiemelések, spotok, vetített képek organikusságával ellentétben mindig mértani alakzatként jelenne meg a padlón, a vetített út színpadi folytatásaként, vagy a széki férfi tánc sötétbe égetett fehér négyzeteként. Az árnyék, árnykép, a fény pozitív alapelvének ellentéte, de a képzeletbeli, a nem valóságos dolgok képe is. A fentieken túl én ezt a jelrendszert, árnykép, a múlt emberi alakjainak megjelenítésére alkalmaztam. A hátról megvilágított vásznak előtt táncoló ember sziluettszerű, nem valóságos, mégis dinamikus képet mutat. A mélységben történő térváltások lehetőségét kihasználva, az alakok a mondani valónak megfelelően sokszor monumentálisak. A kezdőkép homok animációján átsejlő alakok, a végtelen idők, a holtak, lelkek birodalmát vizionálja. A lassan eltűnő árnyakra montírozott út, mint Káron Ladikja kapcsolja össze az életet a halállal, a múltat a mával. A szarvasének, mint tartalmában, mint megvalósításában, akár horizontálisan, akár vertikálisan tekintve monumentális világként lép a nézők elé. A monumentális jelenetek monumentális színfestést igényeltek. A színek bátor alkalmazása azonban nem öncélú, hanem szükségszerű. A szárnyaló képzelet leképeződése, a mi varázserdünk, égővörösből sárgán váltál türkizbe, a nagyváros labirintusá aranyban csillámlik, a mezők kékek, a horizontok jegesen fehérek, a patakok tompa bronzok, a ködök zöldfényűek. A jelmez, mint üzenethordozó. A szimbólumok alkalmazása jelmeznél, jelentéseket hordozó színek választása, átértelmezett formák ugyanolyan fontos, mint az eladás bármelyik más felületénél. A szarvasének esetében a jelmezek is az alapgondolat szerinti kettősséget mutatják, egyszerre ősiek, maiak, hagyományban gyökeredzők és városiak, a színviláguk visszafogott, kék, szürkék, feketék. A Földön apámfia volnék esetében ennél lényegesen bonyolultabb a helyzet. A jelmeztervezővel való első egyeztetésen az egyszerűségről, a puritanizmusról, a stilizációról, a tánc elsőrendűségéről és az innováció fontosságáról beszéltem. Amikor néhány nap múlva megjelent az első vázlatokkal, a különböző tájegységek, falvak viseletére utaló véglegig letisztult formáival, a vonalak és geometriai ábrák dinamizmusával, a fekete és fehér végletes ellentétével, a tradíció nagyvonalú újrafogalmazásával megvalósult, amit akartam. A Szűcs Edit által az előadáshoz tervezett jelmezek aztán felbolygatták a néptáncos állóvizet, hiszen az addigi alkalmazott megjelenítéseken bátran túllépett,
táncos szakmánk egy része értetlenül állt a jelenség előtt. Hogyan lehet szent hagyományainkat így semmivenni, pazar népviseletünket mellőzni, pingvineket meg apácákat szerepeltetni a színpadon? A választ annyival is el lehetne intézni, hogy csak, és nem is járnánk messze az igazságtól, hiszen nem egy hagyományozó műsorról, hanem egy kortárs színházról beszélünk. De lényegesen többről van itt szó, mint egyszerű polgárpukkasztásról, vagy öncélú művészkedésről. Ez az egész, miközben látszólag formáról szól, valójában tartalmi kérdés. Mégpedig annak a kérdése, hogy képesek vagyunk-e hagyományainkat, viseletünket elvonatkoztatni, és innovatívan kezelve a mondani való szempontjainak alárendelni. Annak a kérdése, hogy képesek vagyunk itt túllépni az ismerten, a megszokotton, az évek alatt belénk rögződő sztereotípiákon. Képesek vagyunk egy autentikusnak tűnő előadást korszerű színházként elfogadni. Szimbolikus szerepek, terek és formák. Szót kell ejtenünk a táncosról, a zenészről, az énekesről, mint a szimbolikus tartalmak legfontosabb megjelenítőiről. Hiszen táncelőadásról van szó. Az ő jelenlétük, egymáshoz való viszonyuk, magatartásformáik, gesztusaik, megjelenített érzelmeik, mint első számú kommunikációs eszközök hatnak a nézőre. A Földön apám fia volnék előadás főszereplője egy szimbolikus apafigura, aki nem csak a tradíció megtestesítője, aki nem csak kapcsolat a múlt és a jelen között, de az átadás, a továbbéltetés generálója is. A szarvasénekben az apa és anya szerep szintén átértelmeződik, mint horizontálisan, mind vertikálisan kitágul, az otthon jelképévé válik, amelynek elhagyása, egy új élet indítása minden ember számára elkerülhetetlen. Mind a szarvasének, mind a Földön apám fia volnék esetében fontos szempont volt a jelenetek megjelenítésén, a nagy formák szándékosan alkalmazott statikussága mellett a mértani alakzatokat elkerülő folyamatos burjánzó térformálás. A nagy létszámú koreográfiák mellett a kamara létszám és szólók alkalmazása, hogy a figyelem a táncra terelődjön, a karakterek sokszínűsége ne vesszen el a tömeg egységúságában, hanem a személyes jelenlét érvényesüljön. Gondolataim végéhez közeledve zárszóként visszatérek az eladásom elején mondottakhoz. Egy korszerű mai néptánc eladás, hasonlóan a társ művészeti alkotásokhoz, nem vonhatja ki magát a világ folyamatos változásából. Nem csak kielégíti a néző igényeket, de formálja is azokat, vállalja a tanítás feladatát is. Üzenetei eljutatásához minden rendelkezésre álló eszköz és lehetőséget igénybe vesz, elutasítva minden kanonizáltnak hitt formát, ugyanis egyetlen cél motiválja a nézői katarzis elérése. Ebben a folyamatban fontos szerepe van a szimbólumok konzekvens alkalmazásának, a szimbolikus megfogalmazásoknak, hiszen a szimbólumok alkalmazásával régi, új dimenziókat nyithatunk, amelyek segítségével valamennyi emberi civilizáció és kultúra, így saját hagyományunk, kultúránk megismeréséhez is elvezethetjük a nézőket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.